én azt vettem észre, hogy nem olyan nagy a távolság, és a határ sem tudja ezt a távolságot megnövelni. Nagyjából ugyanazt gondoljuk mi itt a magyar kanizsai emberek szemébe nézve, mint Magyarországon. És ez azért tölt el bennünket jó érzéssel, mert tulajdonképpen, ha már például sport és politika, akkor a beszélgetést vezető nem tudott, alig tudott megszólalni, mert a magyar-német mérkőzésen annyit kiabált, hogy elment a hangja. Ugyanakkor azok a politikai kérdések, amik bennünket foglalkoztatnak és feszítenek Magyarországon, azt látjuk, hogy ugyanúgy foglalkoztatja az itt élő embereket.